Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a most látható műsor kulturális sokkot és utazási rohamokat okozhat, ezért megtekintését minden korosztálynak ajánljuk. Sziasztok, hatalmas nagy szeretettel köszöntelek benneteket, 2023. július 14-e van, itt vagyok fent a Transalpinán, kb. Ilyen 2070-80 méter magason, mutatom a szállásomat, íme. Kezdtem fázni, 12 fokot mutatott a Garmin, főzök egy kávét, meg közben addig is a gázrezsó melegíti ezt a kis helyet, tehát ebben nincs villany, tehát ezt úgy kell elképzelni. Egész éjszaka olyan vihar volt, hogy alig tudtam aludni, mondom, a fejemre borítja ezt az egészet. Dörgött, villámlott, mint a filmekben. Mint amikor ilyen hajós filmekben mutatják a vihart, hogy az életükért küzdenek. Na, körülbelül olyasmit kell elképzelni. Azt még este már nem mondtam, hogy hoztak nekem még ágyneműt is. Tehát eszméletlen jó fejek voltak. Úgyhogy itt vagyok reggel, mondom, 7:30 van, és hát tegnap tudtam netet nézni, ott bent egy ponton volt, itt semmi, se térerő, se semmi, úgyhogy most kezdenek életezni, de tegnap úgy mutatták, hogy ilyen 8-9 felé ki fog tisztulni, nagyon nagy szél lesz, és mindenképp le kell ereszkedjek. Melegítem a cipőmet, mert még vizes a belseje, picit száradjon, mert baromi nagy ereszkedés lesz, szét fogok fagyni. Az előbb kimentem, hát ott nem 12 fok van. Sikerült összepakolni, mert itt azért láttam rajtuk, hogy egy picit gesztusokkal utaltak arra, hogy most már húzzak innen a fenébe, mert nyitották ki a boltot, meg minden. Hát elvonult a vihar, egész éjszaka nagyon-nagyon cudarul dörgött villámot, tehát hajnal kettőkor még nem tudtam aludni, mert egyszerűen úgy verte ezt a kaibátot hátul. Viszont most elvonult így az egész vihar, és mutatok nektek egy kilátást. Figyeld, ott ez még hó, amíg ahogy beülnek a felhők így a völgybe. Azt nézzétek meg, kegyetlen, onnan kellett feljönni. Brutális meredek volt, hát majdnem sírtam tegnap, az szakadt az eső. De onnan a kanyar alól, ahol áll az a sárga Mercedes busz, az innen nem látszik, de én tudom, hogy az, mert egymást előzgettük egész nap, azok németek. És jöttek föl ilyen azzal a 100 éves busszal, vagy 20-szal jött az is föl. És én a kanyartól visszább már esett az eső. De úgy ömlött, mint az állat. És meg közben ez ilyen 8-10%, és égett a lábam a fájdalomtól, én ordítottam. Ott is van egy kis hó, hát viszont ez a kilátás, ez egyenesen fantasztikus. Hihetetlen. Nézzünk egy hőmérsékletet, mert igen hűvös van. Márjál, 13,5 fok van egyébként, nézzünk egy magasságot. Azt mondja, hogy hát 2098 méter, de 2100-on vagyok majdnem fent. Most az van, hogy lesz egy kis visszagurulás, és van még egy kaptató, ami abban a ránkat üdülő faluba, vagy egy nyaraló faluba megy föl, és akkor onnan ereszkedik egy brutális ereszkedés Novácsinak.
és onnantól kitalálom, hogy hogyan tovább, mert van egy-két plusz infóm, ami arra késztet, hogy felülírjam itt a dolgokat, de azt először érjünk oda ki. Nagyon-nagyon nagy szél van, sajnos a drón nem merem fölrepíteni, mert elmegy innen a fenébe, aztán sose jön vissza, pedig gyönyörű szép. Látszik, hogy mennek a felhők itt, hogy fújja a szél, nagyon erős szél van. Gyönyörű zöld minden. Ezek a kis tengerszemekkel itt lent. Hát fájó szívvel, és egy kicsit örömmel is megindulok. Ez egy gyönyörű szép, ott hátul párállanak. Túloldal, az elég ilyen kopár, ott is van egy-két hófolt. Ott is megy valami út túloldalt, és ott pedig lent egész végig. Most azt én meg nem mondom nektek, hogy az Erdély, vagy az Havasalföld. Fogalmam sincs. Megálltam már, mert nehéz egy kézzel kamerázni. Ott lesz a visszakapaszkodó, igen, itt le fogok gurulni, és ott szembe látszik az a kis kígyózó szerpentin. Ott kell fölmenni, és onnan indul a gurulás. De közben mutatom ezt az oldalt, csak hogy kicsit fixebben tudjam tartani. Visszaereszkedtem 1940-re. Most következik az utolsó emelkedő. Ez 2,7 km és 194 méter szint mászás lesz. Most látszik is az út. És visszapillantás. Megvan a reggeli torna. Ez ott kegyetlen meredek lesz. Mutatok egy újabb visszatekintést, ott ereszkedik le a busz, meg hátul két autó, itt tudáltak, meg integettek. Iszonyat szintek vannak. Ez a kegyetlen meredek, tehát 8-10%, meg ott még több is lesz. Brutál.
aztán lehet ezt a szót rengeteget elmondtam, de tényleg nem tudok másra mondani, tehát lenyűgöző, monumentális és iszonyat fájdalmas erre így biciklivel föltekerni. Ott voltam szembe, ott látszik, ahol áll az a lakóautó, meg ott annak a házak. Ott aludtam. És már most megint 2029-en vagyok. Ott megy fönt az út arra. Nagyon viharos szél van. Nyilván 2100-on vagyok újra. Tehát a felhők felett. Iszonyat kegyetlen látvány. Ott aludtam. Még egyszer mutatom, ott jött le az út végig, mennek az autók, és itt kellett, nem látszik, annyira meredek, hogy nem látszik ez a szerpentin föl, megy egy másik kocsi, és ott el fog tűnni, és majd 10 perc múlva fogod kibukkanni kb. Valahol. Nagyon kell fogjam a kamerát is, meg kitépi a kezemből, a felhők gyönyörűek. És egyébként most rájöttem, hogy ez Erdély, hátam mögött Havasalföld. Hát felértem a tetejére, nincs semmi tábla, meg semmi ilyesmi. De innen már lejt az út, az ott Ránká, és akkor onnan fogok egészen odáig végig begurulni. 2131 métert mutat az óra. Mégiscsak van egy tábla, 2145 méter. Románia legmagasabb útja. Teljesen elgémberedett a kezem, mert a kesztyűm az a baj, hogy csatak víz, csavarni lehetett a vizet belőle, nem nagyon száradt meg egyik ruhám se ott bent, mert ugye kialudt a tűz. Hát mutatom nektek, hát így jöttem le. Most kezd úgy 1709 méteren érződni a napnak az ereje, meg az orkánszél az alább hagyott, úgyhogy Trankában, ha lesz valami magazin, akkor bemegyek egy kávét, iszok még egyet. Meg ha lesz térerő, akkor megnézem, hogy térkép merre, meddig. Ez itt Ránka. Hát elég lepukkant üdülőfalu. Egyébként a bookingot néztem az este, ilyen 6-7 ezerért lehet szállást kapni. Bocsánat, 7-8 között. Kvadok voltak az előbb, kvadot lehet bérelni. Van amiket nagyon rendbe tudták rakni, van amik meg valahogy ilyen félkész állapotban maradt. Pedig gyerekek, ez olyan hely, hogyha ez az osztrák, vagy a francia, vagy a svájci Alpokban van, akkor itt már most csüstül vannak a turisták. Ez meg itt van parlagon. Sípálya volt, meg minden, csak
nem tudtam megállni, mert ott is volt egy ilyen esztanaszerű, ott a kutyák már megindultak. Nem volt kedvem küzdeni. De nagyon komoly egy hely. Átlagban egyébként, amit láttam a neten, szállásokat ilyen 13-4 ezer. Vettem egy nagyon jó hosszú kávét ötleér. Kicsit kimegyek a napra, átmelegítem magam. Színültig van kvaddal. Vannak olyan szállodák, ami nagyon jól menedzseli magát, mert színültig van. Igen, azért annyira nem lehetett gáz tegnap este lenni. És amit még megfigyeltem, hogy tehát a balkáni, meg ez a szláv népeknél, amikor megy a rádió, akkor legtöbbször így a saját népzenéjük megy benne. És milyen érdekes, hogy nálunk meg főképpen a nagyon ilyen brit meg amerikai pop mainstream megy, itt pedig nagyon nyomatják a sajátot. Utolsó visszapillantás a Transalpinára, illetve a déli Kárpátoknak erre a részére, ott látszanak még a hófoltok. Hát jó felhős a belseje. Úgyhogy én viszont kigurulok most már innentől kezdve végleg a déli irányba. Ott van Ranka végig, azért volt még itt egy 1,7 kilométeres jó kis combos emelkedő. És akkor itt van a hágón, ott van valami tévétorony, itt meg szokásos ilyen presszósor. Begurultam Novácsiba. Hát lefelé nem tartott olyan sokáig ez az út, mint föl. Hát és viszont itt pokoli meleg van megint. 493 méteren. Mindjárt megindulunk. Ops. Ez az. Le kell vegyem a mellényt, mindjárt megállok valahol. Az előbb el kellett döntsem, hogy élve vagy halva. Most inkább halva, az volt az ebéd. Olyan jól előcsörögtem a padon, hogy túljöttem a leágazástól, mert nem indítottam el a trekket, aztán csak így gurulok, aztán valahogy így belém vágott, hogy basszus, nekem majd le kellett volna kanyarodni. Most mászok vissza. A mászásból sos elég. Most így meglátom itt a kajásokat, majd keresek valahol egy jó kis nyalodát és eszek egy fagyit. Hiszen mutatom nektek, hogy honnan másztam ki Novácsiból. Ez jó combos volt. 36 fokba. Most mindjárt kihűtöm magam egy jó kis gurulással. Ez a mai nap ez egy ilyen fullos dimdomb lesz, úgyhogy lelkileg felkészültem, hogy sztoikus türelemmel fogom tűrni. Milyen egy elhagyatott egy kastély. Brutális. Már sokadik ilyet mászom. Meggurulom. Pokoli meleg van. Jó kis hagymakupolás monostor. Bringa installációkkal. Jöttem 44 kilométert eddig. Csigalassan haladok, de másztam 534-et már mai nap, attól függetlenül, hogy nagy részét gurultam. Fog egy nagyobb település Poglarovi, vagy hogy kell mondani. Meg fogok állni, tartok egy sziasztát. 37 fok van. És az kezd beütni ez a sok dindom már az elején. Még ilyen reménykedtem még ilyen csitrikoromba reggel, hogy átmegyek majd 90-es, de vagy 70-et összehozok, az már baromi nagy dolog lesz. Baia de Fier, azaz. Nagyon nem jutott az eszembe a neve. Emlékmű. Találtam, van itt egy profi, és már most látom, hogy vannak itt ilyen menük, teljesen jó árban vannak, úgyhogy szerintem innen kajálok valamit. Árnyék is van, van kilátás, tök jó lesz. Na, megvan az ebéd, vettem egy hotdogot, nem tudtam a menüt elmagyarázni, neki mindegy, lett egy hotdog,
Vettem egy ilyen kicsi sört, vettem hozzá egy ilyen igazi román kólát, ez nem Coca-Cola, meg egy akciós ékrémet. Ez volt minden így, nem volt 14, lejön 13,5, az olyan 1200 forint körül van. Jaró, nekem ez annyira tetszett gyerekkoromban, hogy még volt játékba is. Egyébként tudatosan választottam ezt az utat, az túlzás, hogy párhuzamosan megy a főúttal, de Novácsi alatt megy tovább a 64-es út, azt hiszem, és ott is lehetett volna menni, csak az nagyon forgalmas, és ezt most kihagytam, úgyhogy hát ez meg dimdombosabb, de cserébe alig járnak erre. Na most a következő napok azok úgy néznek ki, hogy az alapvető terv az az volt, hogy Argyas udvarhelyig megyek, itt a déli Kárpátok déli oldalán, ami már viszont nem Erdély, hanem Havasalföld, így hívják. És délfelül akartam mászni a 7C utat, azaz a Transalpinát, viszont hajnalban még dörgött, csattogott az ivatar, meg a villámok, úgy döntöttem, hogy azt kihagyom. A hargitai székelyek is azt mondták, meg István is mondta, meg még egyébként mások is mondták, mikor kérdezgettem, hogy igen, ott ülnek a szélén az útnak a medvék, és tetetik őket a turisták. Most nyilván autóból, meg motorról könnyebb kereket oldani. És hát úgy döntöttem, hogy az elég nagy ostobaság lenne, hogy ebbe belefussak, és esetleg rosszul jön ki a dolog. Úgyhogy azt kihagyom. Viszont nem szeretnék úgy hazamenni sem, hogy a Transalpinát, vagy mint a Transfogaras nem másztam meg. Ezért most az lesz, hogy megy egy főút, most nem tudom, még pontosan nem néztem meg, mert este nem nagyon volt netem, és a térképet bámulva észrevettem, hogy van egy szoros az Olt folyónak a völgye mentén, az is sajnos egy főút, de az megy Nagyszeben felé, és hát akkor tudnám úgy csinálni, hogy ott táborozok, és onnan szépen arra gondoltam, hogy csinálnék egy olyat, hogy keresek valami kempinget, vagy valami olcsóbb szállást. Egyébként látjátok, hogy most szóba hoztam, itt is van, tehát itt most itt mindenhol van. Nyilván kérdés, hogy mennyit kell érte fizetni, de hogy üres bringával az északi oldalát megmásznám, és visszagurulnék. Hát ez a nagy terv. És 579 méteren vagyok, azért ez egy elég jó látványos. Nyilván ezek már nem olyan nagy hegyek, de azért mégis gyönyörű. És lehet, hogy lesz egy zivatar ma délután is, de hát szerintem azért ez nem akkora, mint a tegnapi. Mindjárt a házak mögött jön a kilátás, közben megereszkedni fog az út is. Jelzi itt nekem a rendszer. Á, pont el kell engedjem ezt most, mert nagyon meredekek a lejtők. Hey, itt van Pologravi. Jó combos bejönni idáig. Hú, én igazából most ez a baj, hanem a meleg. Kegyetlen meleg van. Reggel szétfagytam, és meg lehet rohadni. Pologravi monostora. Már messziről fény lett a teteje. Tesóm itt szerintem jól élne. Itt festhetne egy csomó mindent. Csomó monostort kipingálhatna. Vannak kutak egyébként. Na, az igen. Hát ez már egy elég nagy hely. Ilyen díszesen felcicomázva, kirakva az unió zászló, meg a román mindenhol. Egyébként ez full román település itt végig. Nem érnek a rendőrök.
régiségvásár van. Egy nagyon nagy régiségvásár. Hopp, és túl is kell, le is kellett volna fordulni. Hát most nehogy már ne nézzek be egy ilyen helyre, ugye? Tisztelt, látni kell. Na, egy picit bemegyünk, gyertek. Fehérváron volt egy hasonló, de hát azt szerintem az kutyafüle lesz ehhez képest. Taskocsi Volvo-ba. Mosógép is van, teherautó, amit pakoltak az előbb fel, nagyon komoly. Gyönyörűek a hegyek így szembe. Nagyon imádom ezt a kis falusi tekergőzést, ez kicsit otthon a Tisza mellékre vezet, ott Tiszalökés környéke, csak nincsenek hegyek. Vagy 5.32 vagyok, szóval azért magasan vagyok, csak a hegyek baromi nagyok körülöttem. Szegény gólyáknak milyen melegük van. Ugyan nagyon szép monostor. Manecstirel. Elküzdöttem magam 600 méterre. És most mindjárt legurulok megint. Hú, ez kemény volt. Baromi meleg van most. Rakovita, hát mondjuk már 5 perce egy ház nem volt. Izburu-rece. Sokadik. Nagyon sokadik fölle, fölle. 36 fok van árnyékba. Bejöttem ide a boltba, hogy veszek valami joghurtra, nagyon vágytam valami hidegre. Be van zárva. És nem mellette a kocsma megtárva, nyitva, hogy mi az játékterem. Sehol senki. Nagyon komoly meredekek. Most még erre fölküzdöm magam. Jól mutatom. Tudod arra. Hát egész onnan lentről. Igen komoly meredekek. És nagyon sok van. Lesz egy nagyobb gurulás. Itt mutatom. Itt valahol. Jaj. Itt lesz most egy hosszabb, benne lesz még két ilyen puklim, és én valahova idáig fogok jönni kb. Nem telik a távolság. Szépek ezek a lovak. Nincs több jutalomfalat, az előbb kaptál már. Elég volt. Kell a többieknek is. Látszik fenn bizonyos része az Alpinának. De
el, csak egy kicsit végre van egy enyhe gurulásom. Beérek egy nagyobb településre újra. Végre már mai nap, a reggelt leszámítva, van egy kis lendületem. Ez egy nagyobb hely, de elég nyugodt ez is. Elég sajátos házak vannak. Horozu, vagy Hurezu, nem tudom, hogy kell ejteni. Egy elég nagy város most, hogy ettem a kis boltba. Vagy 8 kajálát láttam legalább. Ilyen az én szerencsém, most egy falatot nem bírnék enni. És mutatom nektek egy újabb penit. Ez megy elég nagy város, és kijöttem a főútra, az a 67-es út. Ez mekkora. Egy olyan flamingót szeretnék az erkére, egy rózsaszín flamingót. Hát kedves nézők, véget ért a mai nap. Este 7:30 van, és ahogy látjátok, egy panzióban vagyok itt az út szélén. Ott a kémény mögött jött el az a pillanat, hogy egy centit nem fogok tovább menni. Ugyanis igazi meleg rekord volt, tehát 35-36 fok volt végig, és ahogy legurultam a Transalpináról, végig 5 és 600 méter közt ingáztam föl le, 890 méter szintet szedtem össze, és 84 kilométert jöttem. Azt éreztem, hogy megnyomott egy picit a nap. Úgyhogy ide bejöttem, és akkor 80 leért kaptam egy szobát, de igazából az egész emelet az enyém, mert nincs itt senki. Meg is mutatom, gyertek, nézzük meg! Íme itt a szoba. Most besötétítettem, mert mostam azt majd külön elmesélem, itt van minden kipakolva, itt volt egy bolt, 100 méterre már bevásároltam, töltök mindent, kicsit kiszortíroztam, hogy miből hogy állok. Ugye tegnap a zivatar miatt egy kicsit átrendeződtek a dolgok. Sátor, szárad, ami már 2 napja csatakvizesen van. A biciklit be akarta velem rakatni, de mondtam, hogy ez felejtős. Azt elmondta, hogy akkor jó van. Letolja, zuhanyzó, WC. Hát ilyen románosan, hogy nincsen neki külön függönye, de teljesen jó. És akkor észrevettem, hogy van mosógép. Ez itt egy másik szoba, ez szerintem vaksötét. Hát egyébként annyira nem hűvösebb, mint a világos, ennek ugyanúgy van zuhanyzója. És akkor itt találtam így, ez el volt így húzva, és itt volt a mosógép. Fogtam magam, bedugtam, ide van ruha dobva, ez nem tudom, ez kié, ugye elég igénytelen, de van, volt ilyen fertőtlenítős, klóros öblítőjük, úgyhogy a fordítóval lefordítottam a kép alapján, hogy mi micsoda, egy gyors öblítést csináltam, annyira jó friss illata van, úgy kicentrizett, mint az állat. Úgyhogy ide ki vannak teregetve, minden izémet kimostam, amit használtam, mert olyan jó friss illatuk lett. Úgyhogy nem jöttem tovább, mert nagyon megnyomott a meleg, és mondom, még tovább megyek, baj lesz belőle. Találtam egy kempinget, de ez annyira messze van még, meg nagyon sok szintet kell mászni, hogy nem akartam tovább kockáztatni. Elég lesz ennyi. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, aki velem tartott a mai nap is. Holnap folytatódik tovább a túra. Egy kicsit kalandos lesz, mert holnap is főúton kell menni, mert variáltam egy picit a tervem. De várlak benneteket vissza a 2 hét múlva. Sziasztok! Ha tetszett a műsor, a film alatti szuperköszönet gombon keresztül meghívhatsz egy kávéra, vagy egy fagylaltra. Ha pedig a csatorna tagságot választod, hamarabb és reklámmentesen érheted el a tartalmaimat. Most pedig nézzük, mi várható a következő részben. Na ezt nézzétek! Azt a minden itt gyönyörű!
Zolt folyóval. Régi római erőd a Zolt folyó mentén, itt ellenőrizték a nyomvonalat. Most fogok átmenni az Zolt folyónak a túloldalára, az ige. Szeben kell, a Szibió 7-es út.